amikor a szülők megtudják, hogy a gyermekük szívbeteg, az nagyon nagy trauma lehet, és nem nagyon tudják, hogy ez mit jelent. Általában a kétségbeesés az, ami az első gondolat. Természetesen itt nálunk egy alapos kivizsgálásban részesül a gyermek, és eldöntjük, hogy mi az a beavatkozás, amire szüksége van, és erről részletesen tájékoztatjuk a szülőket, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy egy egészséges gyereket vigyenek haza. Ez lehet hosszabb és lehet rövidebb idő, és attól függően, hogy milyen beavatkozás szükséges szívműtét során. Egy kicsit azért nehezebb lesz az életük az első időszakban, de utána jó esélye haza tudják vinni ezt a babát, és föl tudják nevelni. A Szívkör Olimpia a szívbeteg gyermekek és családjaik részére szervezett családi délután, ahol azt a tévhitet szeretnénk eloszlatni, hogy szívbeteg gyermekek nem sportolhatnak. Szeretnénk olyan sportágakat bemutatni számukra, amit biztonsággal végezhetnek, mindezt olyan környezetben, ahol gokis dolgozókkal együtt is kipróbálhatják magukat, nehogy Isten a versenyeken is részt vehetnek. A Szívkör Egyesület most már 3 éve 2020-ban alakult azzal a céllal, hogy a szívbetegségben érintett gyermekek családjait egybe fogja, információval lássa el, és egy olyan teret képezzen, egy olyan közösségi teret képezzen számukra, ahol megoszthatják egymással a problémáikat, praktikus tanácsokat kapjanak egymástól, és együtt tudjanak végigmenni ezen a nagyon nehéz úton, ami a szívbeteg gyermekek nevelését jelenti.